Szóval itt vagyunk a Jegeste a reklámforgatásán. Világ találkozása, úgy képzelem, tehát hogy van benne egy kis James Bond, egy kis a Deltából, amikor felfedezők megyünk és soha nem érünk oda. Van benne egy kis ilyen divatvilág, divatfotózásvilág, meg van benne egy kis ilyen természet, és hogy ezeknek a ilyen furcsa mixek. Termékünk az a jegeste, ami már régóta van, tehát ez a Szent Király jegeste, ez régóta létezik. Az volt az ötlet, hogy az eszkimók találják meg a jégbe fogyott-e a leveleket. Ez egy nagyon-nagyon különleges ötlet, amit magyarok nem nagyon szoktak merni megcsinálni. Teljesen előremutató és teljesen nyugati a szó legjobb értelmében. És megnézzük a sminkelést és a stylingot. Hello! Hát eleve azért választottuk a Renit, azért ajánlottam, mert hogy egy eszkimó lányt szerettünk volna, és ez azt jelenti, hogy mindenképpen ez a kicsit húzott szem, kicsit az ázsiai vonal, viszont egy nagyon trendi, nagyon szép lányjal ötvözve a Renáta személyében egy tökéletes választásnak bizonyult. Többnyire fotózások és bemutatók, és ez az első reklámfilm, amúgy nagyon örültem, amikor az ünökségem megkeresett. Stefano vagyok. 6 fokkal van összesen. Szellé meg Szonni a két legügyesebb, úgymond. Családban amúgy 30 van, de az a bátyja, ami a többi 20. Figyelem, jön! Még meg is simogattam, és egy nagyon puha. Ez mégis a tengeri oroszlán. Kéne jönni. Kész vagyok! Hova indul, próbálom fel! Azt mondták, hogy ideges lesz, és azért féltünk, hogy majd a fiúval kell, de nem a lány is teljesen jó. Ez egy 15 másodperces sport, az mondjuk 6 divatfotó vagy 7. A zene az nagyon vicces, mert ugye azt találtuk ki, hogy ilyen James Bondos zene legyen, mert ugye a vége úgy végződik, ezt nem is tudom, hogy te tudod-e, hogy egy Swarovski-s csákánnyal áll a csaj, és fújja a haját a szél, iszonyúan, és így egy ilyen James Bondos zene, hogy tudududum. Ilyen még nem volt.